Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi van vele? Ez a felvétel egy személyes jóslás Csillagvirág részére. Kedves Csillagvirág, üdvözöllek téged, ez most a te videód, hogyan tovább, mit tervez, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. A jelenlegi helyzetét ez a virág mutatja, és az azt jelenti, ő egyedül érzi magát. Senki nem törődik vele, és szomorú. Mi az ő terve? Azt mutatja itt ez a kártya, ez a növény, és ez azt jelenti, ő keres egy kiutat, valamit, ami őt lelkesíti. Hiányzik számára valami. És mi áll, vagy ki áll a középpontban, ezt mutatja itt ez a kártya, és ez azt jelenti, hogy nála van most egy belső változás. Sok mindent másképp lát, mint korábban. Ő inkább visszahúzódó, mert ő most magával foglalkozik, ezekkel a lelki dolgokkal. És kihat rá? Van valaki az ő környezetében, aki befolyásolja őt? Ez a kártya arra utal, hogy igen, mégpedig egy beképzelt valaki. Az lehet egy férfi, lehet egy nő. Én úgy gondolom, hogy itt egy hölgyről van szó, és ez a hölgy nagyon-nagyon beképzelt. És hat rá. Mi fog változni? Ez a kártya utal a munkára, de az nem csak a munkahelyi körülményeket jelenti, hanem az, hogy ő dolgozik. Belülről dolgozik, formálja a személyiségét. És hogy áll hozzád, ezt mutatja itt ez a növény, és azt jelenti, hogy ő lát téged. Ő nem lát át rajtad, de ő figyel rád, akkor is, ha te észre sem veszed. Viszont vannak elvárásai. Ő szeretné, ha te is látnád őt. És szeretné azt, hogy te felnézz rá, becsüld őt. Neki vannak ezek a kívánságai. Van az életében egy másik nő, nincs. Itt a családi dolgok vannak. Van valaki a családban, aki hat rá. Rokonok. De egy másik kapcsolat nem látható. És mivel itt a család tagok hatnak rá, és ő hagyja magát befolyásolni, később ezt meg fogja bánni. Hogy áll hozzád? Ez a virág azt jelenti, hogy jó indulattal, vagy jó érzésekkel, gondolatokkal közeledik hozzád. És mit tudsz tenni? Ez a virág egy ilyen érzékeny szerelmi kapcsolatra utal. Kevésbé a testi kapcsolatra, inkább erre a lelki, mély, vonzódó szerelemre, kapcsolatra utal, és ezt kell, hogy nyújtsd neki. Hogyan tovább? Hova vezet ez az út? Ez a virág mutatja a nevetést és a boldogságot. Lesz itt egy kiút. Én most megkérdezem az ingát. Szeret ő téged? Igen? Nem? Vagy egy kicsit? Ha az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Ha az inga balra fordul ki, az azt jelenti, ő nem szeret téged.
Amennyiben az inga megáll, akkor hagyjuk az eseményeket, mert nem lehet tudni, nem lehet bepillantani az ő érzelmi világába. Az inga válasza igen, ő szeret téged, bízzál benne, bízz ebben a kapcsolatban. Kedves csillagvirág, így tudtam elemezni ezt a jóslást, köszönöm, hogy hozzám fordultál, hogy megbíztál bennem, és kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!